Mosolyogva hallgatta Orbán Viktor Donald Trumpot a tavaly májusi NATO csúcson. Az amerikai elnök még a montenegrói miniszterelnököt is odébb taszigálta, hogy középen pózolhasson. Május 13-án hosszabban is beszélgethetnek majd, mert Donald Trump Washingtonba hívta a magyar miniszterelnököt. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be, miután az amerikai energiaügyi miniszterrel tárgyalt Brüsszelben. A regionális biztonság kérdései, a térség energiaellátásának kérdései, két oldalú kapcsolatok és azon belül a védelmi együttműködés fog minden bizonnyal napirendre kerülni. A 3 évvel ezelőtti amerikai elnökválasztási kampány alatt Orbán Viktor volt az első hivatalban lévő kormányfő, aki kiállt Donald Trump mellett. Ő volna a jobb Európa és Magyarország számára, sose gondoltam volna. A Trump kormány megalakulása után az amerikaiak nem kritizálták tovább a magyarországi korrupciót vagy a sajtószabadság helyzetét, ahogy az korábban jellemző volt. Ennek ellenére a viszony nem volt felhőtlen. I am so sad. Nagyon szomorú vagyok. Ezt mondta az RTL-nek az amerikai nagykövet, aki hónapokon át hiába lobbizott azért, hogy a CEU Budapesten maradjon. Az amerikai külügy kifogásolta, hogy az Orbán kormány sokáig halogatta a két ország védelmi megállapodásának az aláírását, és azt is, hogy Oroszországnak adtak ki két amerikai segítséggel elfogott fegyverkereskedőt. Don't get caught. A kínai óriás hitelből megvalósuló Budapest-Belgrád vasútvonal kapcsán pedig külön videóban figyelmeztettek az adósságcsapda veszélyeire. A Jobbik szerint Orbán Viktort megbízhatatlannak tartják Washingtonban, ezért fogadják utolsóként a környező országok vezetői közül. CEU botrány, illetve Orbán Viktornak a putyini Oroszország és Kína felé történő nagyon látványos nyitása és gesztusai talán magyarázatot adnak arra, hogy miért ő az utolsó, akit fogad Trump. 2009-ben a szocialista Gyurcsány Ferenc volt az utolsó magyar miniszterelnök, aki meghívást kapott a Fehérházba. Előtte kétszer is fogadták. Orbán Viktort a 2010-es kormányváltás óta most először hívták meg hivatalos kétoldalú tárgyalásra.